Jászai Menyhért Nyíregyháza alpolgármestere köszöntötte azokat a fiatalokat a Városháza Krúdi termében, akik térítésmentesen egy hétig táborozhatnak a vármegye székhelyen. A gyerekek Beregszászról, Ungvárról és Ivano-Frankivszk városából érkeztek Nyíregyházára. A program kicsit időben messzebb nyúlik, ezek 2022-re a háború kirobbanásának időpontjára, amikor is Nyíregyháza aktívan kivette és azóta is kiveszi a részét a menekültek ellátásából, mikor milyen formára volt szükség. És több olyan programot is indítottunk, amely akár Magyarországon, akár az Ukrajnában élő lakosságnak az életkörülményét javítja. Tehát ez nem egy újdonság, egy most indult ATHO program. Tavaly indítottuk ezt a konkrét programunkat, amikor olyan gyerekeket táborozhatunk Nyíregyházán térítésmentesen a testvérvárosainkból, akiket háborús traumaért, szülőelvesztése vagy egyéb más problémák. Tavaly Ivano-Frankivszk testvérvárosunkból jött a gyerekek, az idei esztendőben Ivano-Frankivszk, Ungvár és Beregszász, összesen 30 gyermek, 6 fő kísérővel. A Nyíregyházára érkező fiatalok egy részének családi környezetét valamilyen formában közvetlenül érintette a 2,5 éve kirobbant háborús helyzet. A háborúról nem szívesen beszélnek, igyekeznek felhűtlenül megélni a Nyíregyházán töltött kikapcsolódásukat. Kárpátaljáról érkeztünk Beregszászról. Nagyon hálásak vagyunk a szervezőknek, hogy itt lehetünk, mert ez lehetőséget ad a gyerekeknek, hogy kipihenjék a tanév fáradalmait, és egy kicsit kikapcsolódjanak a hétköznapokból is. A gyerekek nagyon örülnek, hogy itt lehetnek. A hét elején várost néznek és kirándulnak a fiatalok, a továbbiakban pedig az állatkertbe és az élményfürdőbe is ellátogatnak majd.